Erdei L. Tamás írófilozófus, sportfüggő, hollywoodi filmekben pedig kaszkadőr. A nyelv szeretetét édesanyja oltotta belé, ezt igyekszik továbbadni a hallgatóságnak, a könyvekre pedig úgy tekint, mint egy nagy utazás. Vajon lehet-e pénzért boldogságot venni? Ez a fő kérdése Jóka Imor kedvenc regényének, amely talán a legismertebb és a legnépszerűbb regénye is volt. Az Aranyember, ez a címe a regénynek, meséje pedig boldogságról, hűségről, hűtlenségről és az aranyról szól. Az aranyról, ami minden földi gazdagság szimbóluma, az aranyember, erről fogunk beszélni ma. Gyertek velem! Az olvasó közönségnél is ez van legjobban elterjedve. Ezt fordították le a legtöbb nyelvre. Angolul két kiadásban is megjelent. A londoni fordításban mind Ti már két világa. A New Yorkiban mint Modern Midas. Az a Midas, akinek a kezében minden aranyjá válik. Németországban pör is folyt miatt a két kiadó cég között, a tulajdonjog miatt. Színdarabot is írtam belőle, és ez az egyetlen színművem, mely 20 éven át fenntartotta magát, s német színpadokon is sikert aratott. De egyéb is van, amiért szeretem ezt a művemet. Ennek az alakjai mind olyan jó ismerőseim nekem, ki korábbról, ki későbbről. Tehát, ahogy említettem, az Aranyember Jókainak, a szerzőnek is a kedvenc regénye volt, főhőse pedig Tímár Mihály, komáromi hajóbiztos, aki mindent legyőző mesehősből válik a történet második felére vívódó, önmagával is szembekerülő, végső soron az öngyilkosságig eljutó hőssé. De mielőtt részletesen elemeznénk az Aranyembert és Jókai regényművészetét, néhány szót kell szólnunk a 19. századi magyar regényirodalomról, amely nagyon sokat köszönhet az európai romantikának. Elsősorban Báró Jósika Miklósra, Báró Kemény Zsigmondra és Báró Eötvös Józsefre gondolunk. Ők képviselték a 19. századi magyar regényirodalom három nagy irányzatát. Történelmi kalandregény, lélektani vagy pszichologizáló regény és szociografikus regény. Ezek lettek volna a 19. századi magyar regényirodalom, regényművészet főbb irányzatai, ha nem jött volna egy negyedik nagy alak, Jókai Mór, aki tulajdonképpen mint egy T-34-es tank lesöpörte elődeit, és egy teljesen más, egy negyedik irányzatot, amit most nevezünk az egyszerűség kedvéért, nemzeti mitológiának, vagy nemzeti mitologizáló, vagy idillikus, vagy heroizáló regénynek, tulajdonképpen visszaszorította, leszorította a pályáról a kortársait, akik előbb-utóbb el is hallgattak. Egyébként az előbb említett szerzők összességében sem írtak annyi regényt, mint Jókai egymagában, tehát ő mennyiségileg is háttérbe szorította őket. Most pedig néhány szót Jókai Mór életéről, életpályájáról. Jókai Mór, akit méltán nevezhetünk a szerencse fiának, életében mindent megkapott, sikert, pénzt, csillogást, gazdagságot, népszerűséget, társadalmi rangot, aki megnyerte kora leghíresebb, legnépszerűbb költőjének, Petőfi Sándornak a barátságát, aki elnyerte a legszebb színésznőnek, Laborfalvi Rózának a szerelmét. 1825-ben született Komáromban, ebben a pezsgő, lüktető, dunaparti, hajós kereskedő városban. Nagyon sokat köszönhetett egyébként szülővárosának, itt végezte természetesen az első iskoláit. Egy kálvinista, köznemes is családból származott, Ásvai Jókai József fia volt egyébként, és a protestáns szellemiség mellett a liberalizmust is magába szívta, a szabadelvűséget, amelyben egész életében hitt. Iskoláit Pápán folytatta, itt ismerkedett meg egyébként Petőfivel, és itt kötött, ha nem is életre szóló, de elég tartós és mély barátságot a költővel.
Legendás barátság fűzte Jókait Petőfihez. A két ifjú 1841-ben a már akkor patinás pápai református kollégiumban találkozott először. Egyfajta testvéri viszony volt közöttük, amelyben a tapasztaltabb, két évvel idősebb Petőfi bátyként pátyolgatta Jókai Mórt. 1846-ban együtt hívták életre a Tízek társaságát, melynek tagjai azután az 1848-as márciusi ifjakként váltak ismerté. Jókai Mór éppen március 15-én a Nemzeti Színházban Katona József bánkbányának előadása után ismerkedett meg a nála 8 évvel idősebb színésznővel, Laborfalvi Rózával. A kapcsolatot Petőfi Sándor ellenezte, barátságuk meg is romlott. Pápa után Kecskemét következik, Kecskeméten jogi tanulmányokat folytat, sőt ügyvédi vizsgát is tesz, de első elbeszélései sikerén felbuzdulva írói pályára lép. Pest következik ezután, és a forradalmi évek, ahol beleveti magát az események kellős közepébe. Vasvári és Petőfi mellett a forradalmi ifjak, a Pilvax kör, a márciusi ifjak tagja, a 12 pont egyik megszövegezője, és a Pilvax kávéházban ő olvasta föl a forradalom előestéjén a 12 pontot. Ezután is az események kellős közepében van, bár Mikszáth Kálmán később Jókai életrajzában megjegyzi, hogy március 15-e, 1848. március 15-e Jókai számára nem a forradalom miatt a legfontosabb, hanem Laborfalvi Rózával való megismerkedése miatt, aki egyébként a kor ünnepelt színésznője volt, és nem sokkal később Jókai feleségül is vette, ezzel óriási ellenállást váltva ki környezetéből, nem csak édesanyja, hanem Petőfi is ellenezte ezt a házasságot különös módon, annyira, hogy ez végül szakításokhoz is vezetett. Visszatérve a politikai eseményekre, Jókai Kossuth követe volt a forradalom idején, lelkesen támogatta a fegyveres ellenállást. A forradalom után a világosi katasztrófát követő bosszúhadjárat idején bujdosnia kell néhány évig, álnéven, Sajó álnéven publikál, illetve lapokat szerkeszt, és ezután indul be tulajdonképpen másodszorra is írói pályája, amelyet a forradalom és a szabadságharc megszakított. Jókai háromféleképpen is földolgozta a forradalmat, realisztikus módon a naplójában, heroizáló módon két elbeszélés kötetében és szatirikus pamfletben, a Gyémántos miniszterben. Később azonban az elbeszélések sikerének hatására az idillikus heroizáló vonalnál maradt, és ez a legfontosabb, amit ki akarok ebből a gondolatmenetből emelni, és amit a magyar nemzeti regényirodalommal kapcsolatban, illetve amire már utaltam az előbb, hogy ez az idillikus, heroizáló, megszépítő stílus, ami aztán a kőszívű ember fiaiban éri el majd a tetőpontját. Ez válik Jókai uralkodó stílusává, látásmódjává. Ez az, amit tőle a közönség vár, ez az, ami óriási olvasó közönséget teremt a számára. Jellemezzük néhány szóban a művészetét általánosan. A regényei igazi romantikus módon érdekesek, cselekménydúsak, fordulatokkal, kalandokkal teljesek. Nagyon fontos műfaj benne az anekdota, a meseszerűség, a kaland, a fordulatosság, a szélsőséges elemek, az ellentételező nyelv. A hőseit nem elemzi igazán lélektanilag, elmélyült módon, inkább típusokat, eszményeket alkalmaz. A jók nagyon jók, a rosszak nagyon rosszak. A gonosz elnyeri a végén méltó büntetését, a nyelvezete nagyon gazdag, rendkívül sok szót használ, rendkívül nagy a szókincse, nála talán csak Arany János, a nagyobb szókincsen rendelkező írónk és költőnk. A stílusa, a kor társalgási nyelve könnyen megközelíthető, jól érthető nyelv, bár gyakran alkalmaz műveltségi elemeket és latin kifejezéseket is, ez talán a mai olvasót egy picit elriasztja tőle. És a legfőbb témája pedig a köznemesség, ettől majd csak néhány későbbi művében tér el, többek között az Aranyemberben is, hiszen főhőse Timár Mihály, egy egyszerű polgármester, egy egyszerű polgárember, egy hajóbiztos. A történet egy ilyen elvarázsolt helyen kezdődik, egy hajón, viharban. Egy Timár Mihály nevű férfi megmenti a Szent Borbála nevű hajót a biztos pusztulástól. A hajó, mint a megmaradás, a kaland és a távlatok jelképe, mint Noé bárkája. Fedélzetén két titokzatos idegennel.
Ali Csorbadzsi a török szultán főkincstárnoka volt. Lányával, Tímeával együtt megszökött a szultán udvarából, mert az uralkodó meg akarta kaparintani a vagyonát, Tímeát pedig a háremébe akarta vitetni. Kérem, nézd csak! Török ágyon aszát. Engem üldöznek. Mentse meg a lányomat. A szultán háremébe hurcolják. Lássunk egy jellemző idézetet az aranyemberből. Pedig hiszen a pénz mindenható. Mennyi szerelmet lehetne kapni érte, hamis, hazudott szerelmet, mosolygó arcok ragyogását, kik azt nem érzik, tiltott bűnös szerelmet, kik azt titkolják. Csak ennek az egynek a szerelmét nem, aki igazán híven, boldogan szerethet. Tulajdonképpen ez a regény fő problematikáját is leírja, megjeleníti ez az idézet, hiszen ez a fő kérdés, hogy lehetséges-e pénzért, gazdagságért, aranyért, boldogságot venni, lehetséges-e szerelmet venni, és hogyha nagyon röviden és tömören akarom megfogalmazni a regény mondanivalóját, akkor természetesen egyértelmű nemmel válaszol az író. Ez az ő legkedvesebb regénye, 1872-ben írta mindössze néhány hónap, néhány hét leforgása alatt, hiszen ki kellett váltókat fizetni, ezt ő maga is megvallja, tehát azokhoz hasonlóan itt egy anyagi kényszer is volt. Iklet forrása pedig ugye szülővárosa, a kapitalizálódó társadalomból való kiábrándulás, amihez szülővárosa Komárom egy nagyszerű hátteret ad. Ne felejtsük el, hogy 1872 évvel a kiegyezés után van, tehát ez a vadkapitalizmusnak, ez a szabadversenyes kapitalizmusnak a kora, amelyről társadalomrajzot és társadalomkritikát is megjelenít Jókai, és egyértelműen elítélő, egyértelműen negatív a véleménye, ez kiderül a regényből, vagyis egyrészt ugye az derül ki, hogy tisztességes módon nem lehet vagyonra szerteni, nem lehet meggazdagodni a kapitalista körülmények között, másrészt pedig az arannyal, a pénzzel, a társadalmi sikerekkel, a csillogással nem lehet boldogságot szerezni. Ugye térjünk vissza egy picit még a műfajra, vallomásos regénynek írja le gyakran a kritika az aranyembert. Nagyon sok önéletrajzi mozzanat van benne, azonosul a főhőssel az elbeszélő, nem minden esetben az elbeszélőnek néha eltér a véleménye a főhősről, mint a főhősnek saját magáról, de saját vívódásait jeleníti meg a dialógusokban és a monológokban. Itt utalok vissza ugye arra a mozzanatra, amit az elején az életrajzban mondtam, hogy ugye volt egy bizonyos furcsa fordulat, egy meseszerű, csodálatos fordulat Jókai életében, ahogy elkerülte a biztos halálos ítéletet, ugye a feleségén keresztül menekült meg, egy hazugság, egy csalás révén, akárcsak Tímár Mihály egy hazugság, egy csalás révén nyeri a vagyonát, és így lesz később ugye aranyember, ez alapozza meg a társadalmi, gazdasági felemelkedését, kereskedelmi, üzleti sikereit, a társadalmi felemelkedését, a sikert, a pénzt, a csillogást, de minél sikeresebb a társadalomban, annál sikertelenebb a magánéletben, annál boldogtalanabb, annál jobban gyötri az önvád, mindig tolvajnak érzi magát. Vagyis ugye a fő téma az egyéni boldogság lehetőségeinek a keresése a modernizáló kapitalista világban, és itt egyértelműen szembe kerül egymással a magánélet és a közélet. Minél sikeresebb a főhős a közéletben, annál sikertelenebbnek, annál boldogtalanabbnak érzi magát a magánéletben. Tehát Tímár Mihály boldogság keresése a fő téma. A hőn áhított boldogságot végül Tímár a senki szigetén, ezen az utopikus helyen találja meg. A regényből egyébként 1962-ben nagy sikerű film is készült. A képen itt Csorba Andrást és Béres Ilonát láthatjátok. Tímár és Tímea esküvője pompásan sikerült. A meghívott vendégek el vannak ragadtatva a menyasszony szépségétől. Tímea négy szem közt megígéri Tímárnak, hogy hűséges és engedelmes felesége lesz, hiszen hálával tartozik neki. A szerelem szót azonban nem ejti ki a száján. Gratulálok! Szívből gratulálok! Igazán szívből gratulálok! Igazán nagyon kell! Nagyon örülök!
Szóljunk egy pár szót a mű szerkezetéről és cselekményéről is. A különböző történetszálak összeérnek, összedolgozódnak a történet végére. Az ismétlődő motívumok közül a legfontosabb a Duna, amely összeköti a két fő helyszínt, Komáromot, a várost, a társadalmi, gazdasági, kereskedelmi, üzleti érvényesülés és felemelkedés színhelyét, tehát magát a civilizációt, magának a kapitalista társadalomnak a szimbolikus helyszínét, illetve a senki szigetét, az utópiát, az idillt, az elveszett és megtalálni igyekezett boldogságnak a színhelyét. Illetve nagyon fontos visszatérő motivum még a hold, illetve még pontosabban a vörös félhold, amelynek köszönheti Timár a szerencséit is, hiszen Ali Gyorbadzsi kincse a vörös félholddal jelölt zsákokba van elrejtve, és ezt a halálos ágyán egyedül Timárnak vallja be a menekülő török főpénztárnok, és tulajdonképpen ehhez a becstelenséghez, az ezzel kapcsolatos lopáshoz, eltulajdonításhoz kapcsolódik Timár szerencséje, felemelkedése, hiszen ez lesz az a kincs, ez lesz az a vagyon, amelyen megalapozza üzleti hírnevét, üzleti életét. És még egy motivumot azért említsünk meg, később fogok majd erről beszélni, az aranyról, illetve az aranyember fogalmáról, később ezt majd kifejtem. A fontosabb szereplők már a mű elején megjelennek, itt természetesen elsősorban a főhős, ugye Timár Mihály, aki a történet elején egy legyőzhetetlen mesehős, ugye egy dunai hajóbiztos, és talán a legfontosabb, hogy a mű fő nő típusai is fölvonulnak. Timea, Noémi, illetve Atali, és plusz egynek pedig ugye Teréza mama a senki szigetének tulajdonképpen a gazdája és fő filozófusa. Ez a senki szigete. Nem tartozik egyik országhoz sem. Na és ez a Krisztiánus? Az apja a szegény férjem jó barátja volt. Noémit Krisztiánnak szánták. Itt minden a két kezem munkája. Tudja, hogy nincs hova mennünk, és ezzel zsarol. Ahogy már említettem, a két fő helyszín, Komárom és a senki szigete, és most menjünk tovább, és nézzük meg az értelmezését is a regénynek. Ugye ezt már említettem, hogy Timár bonyolult főhős, egy vívódó, Jókaira nem jellemző módon egyébként vívódó, meghasonlott hős, és emiatt is, de nem csak emiatt, hanem a társadalom kritikája, a társadalom ábrázolása miatt is a kiábrándulás regénye. Egy korábbi regényének, a Fekete gyémántoknak az optimizmusa már tova tűnt. Itt ebben a korszakban, a 70-es években Jókai egyébként ekkor már sikeres, ünnepelt író, és pályának csúcsán van, de Jókai kiábrándul a kapitalista társadalomból, egyértelműen azon az állásponton van, hogy a pénz tönkreteszi az erkölcsöket, ugye gondoljunk vissza Balzacra, akinek szintén ez az egyik fő mondanivalója. A pénz a konfliktusok alapja, a pénz tönkreteszi nem csak az erkölcsöket, hanem az emberi kapcsolatokat is. Timár döntése pedig az, hogy vagy vagyont szerez, és lemond a boldogságról, vagy lemond a vagyonról, és ezáltal megnyeri a boldogságot. Kaptam is egy ezzel kapcsolatos kérdést tőletek, halljuk! Tisztelt tanár úr, létezette valójában a senki szigete? Köszönettel, Tímea Dabasról. Köszönöm a kérdést, teljesen jogos. Nagyon érdekes, mert Jókai idejében a senki szigete még létezett. Egy Ada Kalen nevű sziget volt a magyar-török-román-szerb hármas határon, és valóban csodálatos, érintetlen sziget volt, amely azonban a vaskapu erőmű építése során eltűnt. Tehát valóban utópia lett belőle, egy sehol sincs sziget volt, de már nincs. A senki szigete tehát egy örök idea, egy paradicsomi állapot, egy sehol sincs sziget, egy utópia, ami kivonulást jelent a társadalomból, és végső soron a polgári társadalomnak az ellenpontja. Egy romantikus illúzió, egy nem létező hely, ahol a természet és az ember harmóniájára alapul az ember boldogsága. Most pedig ejtsünk néhány szót Timár Mihály a főhős jellemzéséről is.
Ti már, ahogy már korábban említettem, nem egysíkú, nem statikus jellem, szemben Jókai legtöbb regényhősével, hanem nagyon is árnyalt, bonyolult karakter, aki mesehősből eljut végül is egy nagyon is reális, realistán ábrázolt, valóságos, valóságízű emberré, karakterré a kapitalista körülmények között, és az üzleti siker hajhászása révén folyamatosan föl kell adnia, és állandóan küzdenie kell a lelkismeretével, fokozatosan és folyamatosan föl kell adnia az elveit, bár az első lopás után, az első bestelenség után ő próbálja ezt kompenzálni, de állandóan kísérti őt a múlt, állandóan azt érzi, hogy ő tolvaj, és nem csak Ali Gyorbágyi kincsének és Tímea örökségének az eltulajdonítása révén, hanem tolvaj más értelemben, tolvaj érzelmileg is, hiszen például meglopja Atalit azáltal, hogy az apját tönkreteszi, ugye Brazovics Atanász tönkreteszi, elveszi ezáltal a család vagyonát, elveszi Atalitól Kacsuka kapitánynak a szerelmét is, hiszen Kacsuka nem hajlandó feleségül venni egy elszegényedett hölgyet, elveszi ezáltal Atali boldogságát, de tulajdonképpen megcsalja, meglopja Noémit is, hiszen neki ott van a kettős élete, ott van a másik élete, a komáromi élete, a polgári élete, ahol lesz egy polgári családja, ahol feleségül veszi bűntudatból Tímeát, és ez nagyon érdekes kérdés, és itt ejtsünk egy szót a három fő nőalakról, tehát Tímeáról, Ataliról és Noémiről. Mindhárom statikus jellem, Tíme egy alabástron szépség, aki a szenvedélyét megközelíthetetlen márvány hidegszerűségbe rejti, és nagyon érdekes itt a hűség kérdése, hiszen Tímár Mihály bár szerelmes Tímeába, de hűtlen hozzá, hiszen a senki szigetére jár Noémihez, fönntart egy másik családot, akitől még gyermekei születik. Tímea viszont éppen ellenkezőleg, ő nem szerelmes Tímárba, a férjébe, ő kötelességből megy hozzá és hálából, viszont hűséges hozzá. Nagyon érdekes ez az ellenpontozás, ugye? A hűség és a hűtlenség ellenpontozása. Illetve nézzük meg a másik két fő alakot. Noémi is teljesen statikus és egysíkú, ő egy naív, ártatlan teremtmény, teljesen érintetlen a civilizációtól, anyja Teréza mama távol is tartja őt a pénz megrontó elejétől, és a külvilágról szinte csak ugye Krisztián Tódor romlottságán, illetve Tímár Mihályon keresztül érintkezik, illetve a harmadik nőtípus Atali, aki pedig a cselszövő, a szenvedélyes, a szeszélyes, a kiszámíthatatlan, veszélyes nő alakját testesíti meg. Lelkiismeretfurdalás, amit a vörös félhold testesít meg, állandóan visszaköszön, és egészen az öngyilkosság szélére sodorja Tímárt, a főhőst, hiszen kettős életet tart fönn, hazugságai pedig bár nem lepleződnek le, de saját magának állandóan birkóznia kell ezzel. Ugyanakkor egy romantikus fordulat van a realista zárlat helyett, hiszen az lenne a realista zárlat, hogy igen, a meghasonlott hősnek öngyilkosságba kell ugrania, de itt jön a helyettesítő áldozat, Krisztián Tódor, a váratlan csodás fordulat, a szélhámos, aki ugye meg akarja semmisíteni a főhőst, tulajdonképpen helyette hal meg, és Tímár így vonulhat ki nyugodtan a társadalomból, hiszen Krisztián az ő ruhájával, az ő leveleivel, az ő tárcájával, az ő pénzével fölvértezve meghal ugye a Balatonban, Tímár pedig eljátszhatja ezáltal a saját temetését, maga mögött hagyva minden vagyon, minden pénzt, hatalmat, világi sikert, végül is teljesen szegényen, de boldogan minden mást maga mögött hagyva a senki szigetén megtalálja a hőnáhított boldogságot távol a civilizációtól, és itt boldogan nevezheti magát senkinek, amikor a kisfiával beszélget. Annak a hajósnak is ilyen hajója volt? Igen. És akkor már nem volt ilyen hajója, amikor aranyember lett? Akkor már nem volt is. Mégis, milyen volt aranyból? A szíve? Nem. A pénze. Mindenki bámulta, irigyelte. Mindene megvolt, de nem volt boldog. Mi az a boldogság, édesapám? Nézd! Látod? Ott egy lepke. Fuss! Fogd meg, kisfiam! Idős korában Jókai is megtalálta a boldogságot, első felesége halála után egy fiatal színésznő oldalán.
Ez egyébként óriási társadalmi felháborodást váltott ki, emiatt Jókai megkeseredett, és élete utolsó éveit többnyire külföldön töltötte már. Összefoglalásképpen pedig nézzük meg az író sikerének titkát. Egyrészt ugye, amiről már beszéltünk, az idillikus, heroizáló, a valóságot megszépítő, túl szépnek láttató nemzeti önképe, egy nemzeti mitológia, egy sajátos nemzeti mitológia kidolgozása. Másrészt az oldhatatlan lelkesedése, optimizmusa, derűlátása, az elképesztő szerencséje, hiszen ne felejtsük el, hogy ő kapitalista vállalkozóként is nagyon sikeres volt, például a Generali Biztosító Igazgató Társaságának a tagjai közé sorolták, a regényei is óriási sikert arattak, az 50 éves írói évfordulójára megjelent az Életmű kiadás, ami több mint 100 kötetből állt, tehát minden társadalmi sikert megkapott, és magánéleti boldogságot is megkapott, és az áradó mesélőkedve természetesen, és kiapadhatatlan humora, ezek szintén a sikerének a titkaihoz tartoznak. Ennyi tehát Jókairól és az aranyemberről, most pedig nem maradt más hátra, mint boldog karácsonyt és nagyon sikeres új évet kívánni mindannyiótoknak. Olvassatok az ünnepek alatt is, olvassatok Jókait, és ne feledjétek, hogy korábbi adásainkat is megnézhetitek a weboldalunkon. Sziasztok, találkozunk jövőre!